Tavaly két év szünet után 6 csapattal rendezték meg a Móric kupát, ezen a hétvégén pedig már 9 U15-ös együttes lép pályára a tornán. A rendezvényt felvezető sajtótájékoztatón a házigazda csapat edzője elmondta, hogy a korosztály legjobb hazai képviselői mellett külföldről is jelentős játékerővel rendelkező együttesek érkeznek. Nagyon rangos mezőnyre számíthatunk, magas szintű mérkőzésekre, hiszen a hazai élmezőny Vasas két csapattal, UTE, Gödöllő, MTK és a Móricz Sportcentrum csapatai mérhetik össze tudásukat, valamint testvérvárosaink Jaszló Lengyelországból, Prešov Szlovákiából és Szerbiából kikinda. Azt gondolom, hogy nem fognak csalódni a röplabda szeretett, a röplabda szerelmesei, hiszen a két nap során 24 mérkőzést fognak látni. Két helyszínen zajlanak majd a mérkőzések, a Móricz tornatermében és a kertvárosi tagintézményünkben. Az intézmény igazgatója szerint a torna az elmúlt 3 évtizedben beépült a Móricz életébe. Minden tanében nagy figyelemmel fordulunk a nemzetközi leány Móricz röplabda kupa megszervezésére. 28. alkalommal kerül idén lebonyolításra, de 30-at kellene. A Covid két éve két lehetőséget szalasztott el a sportszerető gyermekek és felnőttek elől. Igyekszünk színvonalasan megszervezni, tulajdonképpen visszazökkent a régi kerékvágásába ez a nemzetközi torna. A Móricz korábban jó néhány alkalommal megnyerte a kupát, és idén is legalább érmes helyen szeretnék zárni a tornát. Mindenképpen szeretnénk a dobogó valamelyik fokát megcélozni. Már régen nyertük meg a Móricz kupát. Azt gondolom, hogy most hát ha eljön az ideje, hogy felemeljük a vándorserleget. Hát az országos első osztályban szereplő alapszakasz mérkőzései alapján a Vasas a várományosa az első helynek, de hát nincs ez még lefutva. Azt gondolom, hogy mindent megtesznek a lányok, én bízom bennük, és a végeredménynél mi fogunk örülni. A torna két helyszínen szombat reggel 9 órakor rajtol, a döntő pedig a tervek szerint vasárnap 16 órakor kezdődik a Móricz csarnokában.